A Bonyhádi Naplót látják, köszöntöm Önöket. A vidékfejlesztés volt a témája annak a találkozónak, amit Kisdorogon rendeztek meg a hétvégén. Felvidékről, Erdélyből és Kárpátaljáról is eljöttek a települések képviselői, akik megosztották egymással tapasztalataikat. Elsőként Filóné Ferenc Ivója tartott prezentációt a Völgységi Önkormányzatok Társulásának elnökeként. Ezeknél a standoknál mutatkoztak be az ország különböző pontjaiból és a határon túlról érkezett települések képviselői. Erre a Kárpát-medencei vidékfejlesztési találkozó adott alkalmat, amit legelső ízben a Kisdorogért Egyesület hívott életre a Völgységi községben. Az eseményen a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága nevében Pirikiné Szabó Judit szólalt fel. A nemzet nagysága, boldogsága csak magában a nemzetben rejtezik. Fogalmaz Széchenyi István Stádium című művében. Ezen gondolat egyszerűen fejezi ki a vidék Magyarországa és a Kárpát-medence különböző tájain élő magyar közösségek együtt jelentik a sikeres magyar jövőt. Boldogulásuk záloga éppen az, hogy minél több településen, minél több magyar ember higgyen és tegyen a magyarságért, sorsának jobbra fordulását, szülőföldje felemelkedésének lehetőségét magában is keresse. Pont ezt a célt tűzte ki maga elé az Egyesület. A települések itt megoszthatják egymással tapasztalataikat annak a közös elhatározásnak az érdekében, hogy a térség gazdaságát fejleszteni tudják. Bonyhád polgármestere a Völgységi Önkormányzatok Társulásának elnökeként volt jelen a szombati fórumon. A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2013. január 1-én alakult meg, de előtte is már hosszú éveken keresztül társulási formában látták el a önkormányzatok, a települések sok-sok olyan feladatot, amelyet önállóan nem tudtak volna megoldani, de közösen együtt összefogással ezeknek a kihívásoknak is meg tudnak felelni. Akár kötelező önkormányzati feladatokra gondolok, akár önként vállalt feladatokra. A területfejlesztés az egy olyan kötelező önkormányzati feladat, amit a leghatékonyabban véleményem szerint társulási formában lehet ellátni. Előadásában az elmúlt néhány év és a jelen területfejlesztési feladatait mutatta be a társulás nézőpontjából. Elmondhatjuk ma már, hogy becsülettel fölkészültünk erre az új uniós ciklusra, nagyon vártuk a pályázatok megjelenését, és több éves hosszú munkafolyamat áll már mögöttünk, a projektötletek gyűjtése, a munkacsoportok létrehozása és különböző fórumok létrehozása után, azzal a céllal, hogy ezt a térséget, a Völgység valamennyi települését a lehető legmaximálisabban készítsük elő ezekre a pályázatokra, és olyan fejlesztések valósulhassak meg, ami mindnyájunk, minden ítélőnek az előnyére fog majd válni. A Kisdorogért Egyesület mindeddig jó részt kulturális eseményeket szervezett a településen. Elérkezettnek látták az időt, hogy a területfejlesztés ügye is jelentősebb szerepet kapjon a közösségi rendezvényeken, mondja az egyesület vezetője. Maga a Kisdorogi Egyesület, ugye, ahogy itt elhangzott az előadáson és meg a bevezetőkben, hogy 10 éve alakult. És ez a 10 év alatt ugye rengeteg rendezvényt tartottunk, különböző programokat szerveztünk, de ilyen településfejlesztéssel, ilyen témakörrel, térségfejlesztéssel az egyesületünk nem foglalkozott, vagy nem elég hatékonysággal foglalkozott. Nincs is ebbe gyakorlatunk. Ezért gondoltuk azt, hogy az egyesületünk 10 éves záró eseményeként inkább egy olyan programot, egy olyan rendezvényt szervezünk, amely az előre mutat és a következő 10 évre határozza meg a feladatainkat. És ez a következő feladat a területfejlesztés, kistérségünk fejlesztése, a település fejlesztése, a településeink jelenlegi értékének bemutatása, és elsősorban vagy fő szempont, hogy gazdasági hasznosítása. Ebben a gazdasági vállalkozásban szeretnénk támogatni a kisdorogi vállalkozókat, kistermelőket, tanácsokkal, és ez a mai program is, hogy itt tudnak ötleteket, elképzeléseket, barátságokat kötni, és a mások tapasztalataiból tanulni. Jöttek Felvidékről, Erdélyből, és az ország különböző részéből, a határokon belüli részéről. Úgyhogy mi úgy tervezzük és úgy gondolkozunk, hogy a határokon átnyúló kapcsolatokat szeretnénk kiépíteni. Vannak is már ilyen kapcsolataink, de ezeket erősíteni és fejleszteni kéne, és ahogy már az előbb mondtam, a gazdasági vonalra is terelni egy kicsit, hogy prosperáljunk a dorogiak is, a határokon túliak is,
biztos van olyan, olyan kapcsolódási pont, ahol megtaláljuk a közös érdekeinket. A találkozón 10 előadás hangzott el, közben meg lehetett kóstolni a vendégtelepülésekről érkezett finomságokat és különlegességeket. A napot koncerttel zárták. Besenyő János ezredes a Bonyhádi Városi Könyvtárban tartott előadást békefenntartói munkásságáról. Afrikában, Darfur régióban szolgált a magyar katona, ahol már 14 éve nemzetközi hátterű konfliktus zajlik. Az ezredes előadásában saját tapasztalatairól mesélt. Elmondta, a negatívumok mellett örömteli pillanatokat is átélt szolgálata alatt. Az afrikai Darfur régió konfliktusairól tartott előadást Besenyő János ezredes. A magyar katona békefenntartóként szolgált a szudáni régióban. Bonyhádon a Városi Könyvtárban saját tapasztalatairól beszélt a hallgatóságnak. Először Darfur történelmét ismertette röviden az ezredes, a területen ugyanis 2003 óta nemzetközi hátterű konfliktus zajlik. Így jobban megérthette a közönség az ott kialakult helyzetet. Ezután a békefenntartók feladatairól is mesélt. Ismeretlen területek megismerése, kultúrák megismerése, olyan kapcsolatok kiépülése, amiről az ember nem gondolkozott. Voltak éppen nagyon sokszor úgy tűnik az embernek, hogy egyfajta panaszkultúra van Magyarországon, és amikor kimegy mondjuk az ember az afrikai kontinensre szolgálni, vagy éppen Afganisztánba, és utána hazajön, akkor hirtelen más szemmel látja a dolgot. Hirtelen azt látjuk, hogy mennyire biztonságban, jólétben élünk, mennyire stabil a mi társadalmunk az ottaniakhoz képest, ahol azt se tudják, hogy megélik-e az estét, illetve hogy mit fognak enni még aznap vagy másnap. Tehát nálunk az képest ilyen szempontból tényleg jó, hogy hazajönül látja az ember, hogy van miért hálát adnia, mert az ottani helyzetekhez képest még mindig nagyon jó lehetőségek vannak. Illetve azért ott is van, hogy az ember azokkal a dolgokkal találkozik, amit itthon csak a hírekből tud. Szegénység, háborúk, népirtás, öngyilkos merénylők, kábítószer. Tehát egészen más látni mondjuk Afganisztánban, amikor látják az emberek a mákültetvényeket, amikor megyünk az úton, és látjuk a mákültetvényeket, ahonnan a kábítószer jön Európába is. Hirtelen megelevenedik, és élettel telivé válik az a dolog, amiről olvas az ember harróla. Tehát én úgy gondolom, nagyon sok tapasztalatot ad, nagyon sok mindent alakít az emberben, pro és kontra is, és úgy gondolom, hogy ezek a tapasztalatok teszik a mi katonáinkat, illetve akár mondhatom jó magamat is, egy kicsit mássá, bölcsebbé, mondhatnám akár értékesebbé is. Besenyő János elmondta, nagy szükség van a békefenntartó tevékenységre Darfur területén. A magyar katonák pedig igen jó hírnévnek örvendhetnek. Jól képzettek az embereik, többen pedig helyi nyelveket is elsajátítottak. Amit nagyon szeretnek, hogy a magyar katonák leleményesek. Tehát más nemzetekkel ellentétben, hogyha nálunk mondjuk elromlik az autó, akkor nem segítséget hívunk, hanem fölhagyjuk a motorháztetőt és megkeressük a hiba okát. Még akkor is, hogy az ember nem autószerelő, és megcsináljuk a feladatainkat. Amiért még nagyon szeretnek bennünket, hogy magyarok nem ismerik azt, hogy nem. Tehát, hogyha nem megy jobbról, akkor csináljuk balról. Ha így sem megy, akkor betoljuk. Tehát mindig megtaláljuk azt a módszert, hogy azt, amit el kell végezni, be tudjunk fejezni. Tehát azt kell mondanom, hál' Istennek ilyen helyzetben, külföldön misszióban a panaszkultúra nem működik, ott tényleg minden ember arra rakja magát és dolgozik. És egyébként kell, mert akár a migrációt tekintem, akár mást, ezek a problémák akkor jönnek ide, és akkor jelentenek problémák, ha mi nem megyünk oda. Tehát meg kell, és egyre inkább ez a trend, hogy el kell mennünk külföldre, és ebbe a trendbe tartozik be a békefenntartás is, hogy ott békét, stabilizációt, biztonságot tudjunk az embereknek teremteni. Ha ezt megteremtjük, akkor senki nem akar elvándorolni. Hisz, hogyha enni tud, ha biztonságban van a családja, nem fenyegetik az életét, akkor nem akar elmenni máshova. Mert hát az okos ember tudja, hogy máshol sincs kolbászból a kerítés, ott is dolgozni kell, ott sem adnak oda semmit ingyen ajándékba, és akkor ilyenkor nem indul meg. Tehát én úgy gondolom, hogy az elkövetkező években, évtizedben sokkal nagyobb felelősségünk lesz ebben a kérdésben, mert meg kell találnunk azokat a megoldásokat, hogy ez a több millió ember, aki Közel-Keletről, Afrikából indulna Európa felé, hogy lehetne őket vissza, hogy mondjam, fordítani, és békés eszközökkel. És ez
programokat jelent, tehát meg kell őket voltaképpen tanítani halászni. Meg kell tanítani őket, hogy hogy tudnak azon a helyen sikeresen boldogulni, de ehhez elengedhetetlen a katonák jelenléte is, hogy békét teremtsenek. Az ezredes elmondta, vannak negatívumok, de sok örömteli pillanatot is átélt ottani szolgálata alatt. Több mint egy évet Nyugat-Szaharába, 7 hónapot Darfurba és még pár hónapot Afganisztánba. Hát mellette azért jövünk-megyünk mi is missziós területekben más feladatok révén. Igazából volt benne negatívum, például amikor a fiam kimondta az első szót, az éppen az volt, hogy apa, akkor volt 2 éves, amikor én kint voltam Darfur, nem voltam otthon. Tehát ez egy negatívum volt, mert nem értem meg. Amikor a másik fiam járni tanult, akkor is éppen misszióban voltam. Amikor már a kislányom született, annak már minden percét sikerült kiélvezni, de ellenben volt olyan, amikor helyi családot patronáltunk, és például az én támogatásomnak köszönhetően sikerült egy kislányt iskolába küldeni, amit egyébként nem tudtak volna megengedni a menekültáborban lévő szülei. Ez egy jó érzés volt, de ugyanúgy, mint amikor a gyerekeim összeszedték a játékaikat, és akkor 2 nagy hátizsák játékot vittem vissza magammal a Darfurba, és akkor a menekültáborban lévő gyerekeknek kiosztottuk. És az megint egy olyan dolog volt, ami hát felemelő volt. A darfuri konfliktust még nem sikerült megoldani, ezért Besenyő János hangsúlyozta, továbbra is nagy szükség van a békefenntartók munkájára az afrikai kontinensen. Erre pedig több javaslat is készült már mind Darfur, mind Magyarország részére. Az évad legjobb végzős növendéke díjban részesült Nir Janka, a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium tanulója a modern kortárs kategóriában nyerte el a kitüntetést. Janka már 14 éve foglalkozik a tánccal, aki Bonyhádon kezdte meg iskolai és művészeti tanulmányait, a gimnázium után pedig egy társulatnál kap lehetőséget. A Magyar Táncművészek Szövetsége 2017-ben az évad legjobb végzős növendéke díjat Nir Jankának ítélte oda. Az elismerést a Táncvilágnapján a Művészetek Palotájában vehette át. Janka a modern kortárs tánc kategóriában aratott győzelmet. A bonyhádi származású táncos már 14 éve foglalkozik a művészetnek ezen ágával. 2003-ban indult ott a modern tánc oktatás, én akkor nagycsoportos voltam, és egy ismerősünk megkeresésére kezdtem el táncolni, és Szarvas Szilvia vezette akkor a tánc tagozatot. 4.-5. osztálytól kezdve szólókat táncoltam, ezek országos első helyezések lettek általában. Janka már az általános iskola legelején tudta, hogy ezen a vonalon marad, és hogy a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnáziumban szeretné folytatni tanulmányait. Egyszer másodikban egy nyílt napon voltam itt a suliban, és én azóta tudom azt, hogy ez az iskola, ahol a középiskolás tanulmányomat szeretném folytatni, vagyis hát, hogy akkor tettem, és azóta is ez volt bennem, és 8. végül ideadtam be a jelentkezésemet. Nir Janka elmondása szerint a közönség körében nagy népszerűségnek örvend a modern tánc és a balett egyaránt. Én úgy vettem észre, most egy évig ösztöndíjasként voltam a Pécsi Balettnál, én úgy vettem észre, hogy nagy érdeklődéssel vannak a tánc iránt, mint a Kodály Központban, mint a Pécsi Nemzeti Színházban. Nagyon jól éreztem magam, végére nagyon, úgy érzem, hogy nagyon be tudtam illeszkedni, és nagyon rengeteget segítettek nekem ebben az évben, fejlődés szempontjából főleg. Az évad legjobb végzős növendéke díjat a tudatos és kemény munkájának köszönheti, hiszen ezt tanárai sem hagyták észrevétlenül. Mindenképp kiemelkedően kell teljesíteni az iskolában, a színházban esetleg, versenyeken, és az iskoláknak a vezetői felterjesztik a legtehetségesebb diákjaikat, és ezt a táncszövetség elbírálja. És idén a modern tánc kategóriában rám esett a választás. Janka épp leérettségizett a táncművészeti szakon. Mint elmondta, utolsó iskolai évében szinte egész nap csak a tánccal foglalkozott, az órák mellett pedig rendszeresen versenyekre is járt. Egy órarendem mondjuk idén úgy zajlott, vagy úgy nézett ki, hogy reggel 8-tól balettórán volt Lovas Pállal a színház próbatermében. Utána klasszikus, illetve modern gyakorlaton voltam a balettársulattal, a Pécsi Balettal, és egész nap próbáltunk, készültünk az előadásokra is, este pedig jöttünk vissza az iskolába, a délutáni óráinkra, a modern táncra, a néptáncra, a színpadi táncra.
több a versenyen voltunk idén, országos tanulmányi versenyen, ifjúsági versenyen, országosokon, mindenhonnan dobogós helyet értünk vissza. Janka azon szerencsés fiatalok közé tartozik, akik tanulmányaik után rögtön állásajánlatot kapott. Jövő évtől ugyanis egy társulatban fog táncolni. Ajánlatot kaptam a Szegedi Kortárs Balettől, amire nem mondhattam nemet, szóval jövőre Szegeden. A jövő táncosai csak arra tudja bíztatni, hogy ne adják fel és tartsanak ki az álmaik mellett. Mindenképp előre és soha semmiképpen ne adják fel. Minden hullámvölgy ellenére is bízzanak abban, hogy ők képesek mindenre. Nír Janka kiemelte, milyen fontos a kitartás és a fegyelem. Mindez, illetve a tánc szeretete is szükséges ahhoz, hogy ilyen eredményeket érhessenek el a táncosok. 15. alkalommal hirdették meg idén a Tarka fotópályázatot Bonyhádon. A pályázatra bárki nevezhetett, csak a téma kötött, a szarvasmarha és annak tenyésztése. A vállalkozó szelleműek nevezési lapon jelezhetik részvételi szándékukat, a fotókat egy háromtagú zsűri értékeli majd, a legjobb 100 képet pedig a Bonyhádi Tarka Marha Fesztiválon állítják ki a nagy közönség számára. Idén ismét meghirdetik a Tarka fotópályázatot. A nevezés nyitott, így azon foglalkozástól, lakhelytől és életkortól függetlenül bárki részt vehet. Idén már 15. alkalommal írtuk ki a Tarka fotópályázatot a Bonyhádi Tarka Marha Fesztiválhoz kapcsolódóan. Bárki pályázhat, tehát nincs megkötés sem arra nézve, hogy profi vagy amatőr, sem arra nézve, hogy milyen korosztály, mindenki küldhet képeket, sőt külföldről is szoktak küldeni. Igazából az interneten fönn van a pontos leírása, illetve a kiírása a pályázatnak és a nevezési lapja, tehát mindenképpen meg kell mindenki keressen, mert egy nevezési lapot is ki kell tölteni. A témája, mivel Tarka fotópályázat, nem más, mint a szarvasmarha, de nem csak a Tarka szarvasmarháról lehet képet küldeni, hanem akármilyen szarvasmarháról, vagy akár bivajról, sőt, külön díjazni is szoktuk, külön van egy magyar tarka, van egy bivajos, és még egy szürke marhás külön díjunk, illetve három fődíjunk is van. Július 21-ig várjuk a képeket, mindenki maximum 10 képet küldhet. A pontos méretezés ott van, egyébként 20x30-as, hogyha nagyítási méretet nézünk, de e-mailben kell küldeni, tehát nem kell lenagyítatni ezt. Majd itt mi rendezők lenagyítatjuk azoknak a képeknek azokat a képeket, amelyek egyáltalán kikerülnek a falra. Általában ilyen 200 és 400 közötti kép szokott érkezni, és körülbelül 100-at tudunk kiállítani, a 100 legjobbat. Három fős a zsűrink, a zsűri elnöke Szabó Béla, fotoművész, ő Győrben él, illetve Öttevényben, Győr mellett. Ő az egyik, aki bírál, a másik Füller Imre, aki a Magyar Tarka Tenyésztők Egyesületének az ügyvezető igazgatója, illetve jó magam vagyok a harmadik zsűritag, mint fotós vagy a Bonyhádi Fotóklubnak a vezetője, és mi hárman bíráljuk, pontozzuk, és a végén összeáll ebből egy összpontszám, és ez alapján jön ki, hogy ki a legjobb kép idén. Mindig sok kép érkezik, mindig nagyon várjuk, és mindig rácsodálkozunk, hogy évről évre lehet újat mondani egy tarka marhás fotópályázaton, de mindig tudnak újat mondani, és tényleg az ország minden részéből érkeznek a képek. Aztán ezt archiváljuk CD-ken, DVD-ken. Minden évben a díjazáson kívül még arra is lehetőség van, hogy bekerüljenek a Magyar Tarka Egyesületnek a lapjába ezek a képek, illetve a legjobb képek. Ilyenkor mindig értesítést kapnak az alkotók erről, illetve a további kiállításokról is, mert most már 2 éve azt is elértük, hogy utazik a kiállítás. Tehát nem csak Bonyhádon mutatjuk be augusztusban, hanem Gödöllőn, Keszthelyen is mindig van bemutatója. A kiállítás megnyitó mindig a Tarka Fesztiválnak a szombati napján van, de már a pénteki napjától megtekinthető a kiállítás, tehát az augusztus 11-e, ha jól emlékszem, a péntek, és onnantól kezdve már megtekinthető, másnap van a megnyitó, illetve a díjátadás, és a hónap végéig látogatható itt Bonyhádon. A pályázatra csak olyan felvételek küldhetők be, melyek a korábbi években nem szerepeltek. Egy pályázó pedig maximum 10 képet küldhet be. Aki szeretne részt venni a fotópályázaton, annak mindemellett egy 1000 forintos nevezési díjat kell fizetnie. A július 21-i leadási határidő után a zsűri július 25-e és 27-e között pontozza a beérkezett munkákat. Az eredményről pedig július 31-én kapnak értesítést a résztvevők. A fotókat augusztus 12-én a Tarka Marha Fesztiválon, illetve a Művelődési Központban is megtekintheti a nagy közönség.
A kiállításon szereplő művek a tárlat népszerűsítésével kapcsolatos publikációkban szerzői jogdíj fizetése nélkül jelennek meg a szerző nevének feltüntetésével. További információ és a nevezési lap a Bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központ honlapján a Tarka fotópályázat menüben érhető el. Friss bonyhádi hírekkel legközelebb egy hét múlva várom Önöket. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!